Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! Ez a mai videó egy kicsit más lesz, mint a csatornán megszokott, tehát nem is egy angolos videó, nem is egy utazós vlog, hanem egy olyan témáról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk a kritikát kezelni, illetve hogyan tudjuk a negatív kritikát kezelni. Na most én tudom, hogy nem én vagyok az első és az egyetlen, aki ilyen jellegű tartalmat töltött fel a YouTube-ra, vagy egy blog poszt formájában megosztotta a véleményét, és amelyeket el fogok nektek mondani, azok nem is a saját szavaim vagy ötleteim, viszont alkalmaztam őket, ezért szeretném őket egyben összefoglalni, hogy hát ha ti is át tudjátok ültetni ezeket a tippeket, jó tanácsokat a gyakorlatba. Mivel most egy YouTube videót nézel, ezért jogos a feltételezés, hogy ez most akkor csak arra vonatkozik, hogyha valaki közösségi média felületeken tevékenykedik, tehát egy YouTube videót tölt fel, vagy egy blogot ír, vagy egy Instagram profilja van, és akkor, hogy ott hogyan tudjuk kezelni a kritikát, pedig meglátjátok, hogy ezek a jó tanácsok igazából alkalmazhatók az élet bármely területére, tehát bármit is csinálsz, bármi is legyen a munkád, bármi is az, amelyek kapcsolatban téged kritika érhet. Ezek a jó tanácsok, amelyeket szeretnék megosztani ebben a videóban, legfőképp két forrásra épülnek, az egyik a 10x Rule című könyv, a másik pedig Tim Ferrissnek egy célzottan erre írt blogposztja, amelynek a címe, ha jól emlékszem, Practical vagy Tactical, talán Tactical Tips for Dealing with Haters. Tehát konkrétan olyan gyakorlati jó tanácsok, hogy hogyan tudjuk ezeket a negatív, a haters, az utálkozókat kezelni. Kezdeném a 10x Rule című könyvvel, amelyből csak néhány dolgot, talán a legfontosabbat szeretném kiemelni, ez pedig az, hogy a kritika az a sikernek az egyik jele. És ez egy nagyon érdekes megközelítés, mert mi alapból azt gondoljuk, hogy a kritika az mindenképpen negatív, és hogy a kritika az azt jelenti, hogy valamit nagyon rosszul csinálsz. Éppen ezért érdemes egy picit átprogramozni magunkban azt, hogy attól még, hogy kritizálnak, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy rossz az, amit csinálunk. Ez a könyv pedig kifejezetten azt szeretné neked mondani, hogy a kritika az lényegében a sikernek az egyik jele. Sőt, ami nagyon megfogott benne, az azt mondta, hogy ha van egy utálkozott, tehát egy hater, one hater, akkor azt mondja, hogy oké, rendben, akkor szerez még 10-et. Hogyha van 10 olyanod, akinek nem tetszik az, amit csinálsz, szerezzél 100-at. Mert csak azt tudják kritizálni az emberek, amiről tudnak. Tehát a kritika azért jelenti a sikert, azért a sikernek az egyik jele, mert az azt jelenti, hogy amit csinálsz, az megosztó, arról legalább tudnak, arról legalább beszélnek. Persze az más kérdés, hogy mindannyian félünk a kritikától, és ez a félelem sajnos az, ami visszatartja a legtöbb embert attól, hogy kibontakozzon valamiben, amelyet nagyon szeretne csinálni. Lehet az egy YouTube csatornának az elindítása, lehet az egy honlap elindítása, egy saját üzlet, egy karrierváltás, tehát bármi, amiben úgy érzed, hogy jó vagy, szeretnéd megosztani a világgal, amit szeretsz csinálni, ez lenne a legfontosabb, hogy amit élvezettel csinálsz, de mégis visszatart ez a kritikától való félelem, illetve hogy én hétköznapiasabban fogalmazzam, hogy mert mit fognak szólni mások, mert mit fognak gondolni mások, és annyira sokszor látom azt, hogy valakinek megvan minden tehetsége ahhoz, hogy egyébként sikerre vigye azt abban a területben, sikerre vigyen valamit azon a területen, amelyen szeretne elérni valamit, de mégis sokkal erősebb ez a kritikától való félelem. Úgyhogy érdemes elolvasni ezt a könyvet, érdemes időt szánni arra, hogy ezt megemésszük, ezt az egész jó tanácsot, hogy a kritika, az már pedig a sikernek a jele, és hogyha van egy kritikusod, akkor neked arra kell törekedned, hogy legyen még több, mert ez azt jelenti, hogy amit csinálsz, annak van valami visszhangja, tehát beszélnek róla az emberek. Ez lett volna az első dolog. A másik, tehát Tim Ferrissnek ez a célzott blogposztja, amely nyilván angolul van írva, és hogyha valakinek ez nem megy, szimplán nem tud annyira angolul, hogy megértse, azok kedvéért szeretném kiemelni a legfontosabb pontokat, nem az összeset, be fogom linkelni a videó alá, tehát nyugodtan el tudjátok ti is olvasni, és fogok hozzáadni néhány személyes példát, hogy én ezeket hogyan alkalmaztam, vagy esetleg nekem erről mi a véleményem. Az első pont, amelyről Tim Ferriss beszél ebben a blogban, hogy teljesen mindegy, hogy hányan vannak azok, akik nem értik azt, amit csinálsz, vagy nem szeretik azt, amit csinálsz, vagy kifejezetten kritizálják, talán negatívan kritizálják azt, amit csinálsz, neked arra kell koncentrálnod, hogy hányan vannak azok, akik szeretik. És ugyanebben a blogban említi, hogy egyébként sokkal többen lesznek azok,
akiknek tetszeni fog az, amit csinálsz, mint akiknek nem. Csak mi hajlamosak vagyunk arra az egy-két negatív kommentelőre fókuszálni, hajlamosak vagyunk arra, hogy az ő szavaik minket lehúzzanak, visszatartsanak attól, amit szeretnénk csinálni, de ezt rögtön az elején tisztázni kell, hogy neked nem arra kell figyelni, hogy ki az, akiknek nem tetszik, amit csinálsz, hanem azokra az emberek, akiknek igen, és a számokkal is lehet vezetni, hogyha neked, ha te csinálsz valamit, és ez nem tetszik 5000 embernek, oké, de elég, hogyha annak a 100-nak tetszik célirányosan, aki neked fontos. Elég, hogyha abból a 100-ból esetleg egy új üzlet, egy új lehetőség, akármi adódik, neked arra a kis halmazra kell figyelned, akiknek tetszik az, amit csinálsz. Többiekkel nem kell foglalkozni. A második dolog ebben a blogban, hogy el kell fogadnod azt is, hogy körülbelül olyan 10%-a az embereknek mindent magára fog venni személyesen. Tehát bármit is csinálsz, 10% az összegészének, a nézőközönségednek, hogyha egy YouTube videóról van szó, vagy az olvasóidnak, hogyha egy blogról van szó, vagy egy Instagramon is, hogyha bármit csinálsz, de legyél akár színpadon, bármi legyen a foglalkozásod, lesz egyszerűen 10% az embereknek, akik hajlamosak mindent magukra venni, jó? Tehát, hogy én most itt ülök, biztos, hogy 10%-a annak a számnak, amelyet majd látni fogok, mikor már feltöltöm ezt a videót, hogy hányan nézték meg, biztos, hogy lesz az, akinek nem tetszik, hogy mert miért zöld felsőben vagyok, akiknek nem tetszik, hogy milyen a hajam, akiknek nem tetszik az, ahogy beszélek. Tehát, hogy egyszerűen ezt el kell fogadni, ez igazából egy ilyen matematikai törvény lényegében, hogy csinálsz valamit, megosztod, igazából csak szimplán elkezdesz valamit, bármi is legyen a munkád, 10%-a az embereknek mindent személyeskedésnek is magára fog venni, jó? Ezen túl kell lépni, és akkor sokkal könnyebb az élet, mert akkor nem akadsz fent azon a 10%-on, akiknek aztán teljesen mindegy. És igazából innen már át is megyünk a következő pontra, ez pedig az óriási nagy közhely, hogy nem tetszhetsz mindenkinek. Tehát egyszerűen nem, hogyha azt szeretnéd, hogy mindenki szeressen, akkor sajnos meg fogsz ragadni egy ilyen középszerű állapotban. Ezért szoktak egy olyan közhelyet is említeni, hogy inkább legyél megosztó, mint sem átlagos. Na most ez nem azt jelenti, hogy ilyen nagyon nagy őrültségeket kell csinálni, hanem visszakanyarodnénk az előző pontra, hogy lehetetlen az, hogy mindenkinek tetszen az, amit csinálsz. Egy személyes példát hozzak. Én amikor elkezdtem jogát oktatni, és megvoltak ezek az első órák, jöttek az emberek, egyre többen, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ember ellátogatott az óráimra, akkor egyszerűen úgy éreztem, hogy mindig lesz valaki, aki csalódottan megy haza. Mert mindenki hozza magával az ilyen személyes sérelmeit, a perspektíváját, hogy látja a dolgokat, a saját hangulatát, hogy éppenséggel milyen napja volt, és innentől kezdve én levezetek egy 60-75 perces jogaflót, és lesz olyan, aki hazamegy úgy, hogy teljesen kipihenve érzi magát, és hogy mennyire jól esett számára ez a jogázás, és lesz olyan, aki hazamegy, mert hogy túl nehéznek találta, túl könnyűnek találta, túl unalmasnak találta, akármi is legyen, egyszerűen mindig szoktam látni csalódott arcokat, és én ezt nagyon személyesnek vettem így az elején, és egy picit el is bátortalanított attól, hogy egyáltalán jogaórákat tartsak, illetve folyamatosan azon agyaltam, hogy hogyan tudnék egy olyan flow-t, egy olyan szintű flow-t készíteni, amely mindenkinek megfelel, és rájöttem, hogy ilyen nincsen. Mindig lesznek teljesen kezdők, mindig lesznek haladók, mindig lesz olyan, aki éppen úgy jön az órára, hogy izomláza van, hogy nyűgje, baja, minden, ne fáj. Mindig lesz olyan, aki teljesen kipihenten érkezik, készen állva arra, hogy izzadjon, hogy mozogjon, és egyszerűen én ezt nem tudom, tehát én megérkezem igazából az óra elején, én azt láttam, hogy ott van 12 ember, én levezettem azt a flow-t, amelyet én aznapra megterveztem, és az, hogy ezután kinek hogy tetszik, az már nem rajtam áll, és nekem ezt meg kellett tanulnom az elején, és most már hál' Istennek ezzel nem is agyalok, nem is zavar, hanem én csak csinálom azt, amit szeretek csinálni, és nem foglalkozok azzal, hogy kinek hogy tetszik, tehát hogy vesznek el a részletekben, ki milyen kritikával illet. Nyilván építő kritikát azt szívesen fogadok. Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok nyitott a véleményekre és a
önfejlesztésre, a javulásra, csak nem veszem személyesnek más véleményét, amely az ő személyes sérelmeiből fakad. Jó, remélem, hogy ez így értető. És a következő dolog, amelyet Tim Ferriss említ ebben a blogban, hogyha szeretnéd sikerre vinni, hogyha szeretnél valami igazán maradandót alkotni, nem is maradandót, de szeretnél valami nagy dolgot csinálni, amely sikeres utána, akkor fel kell készülnöd arra, hogy hülyét kell csinálnod magadból. Lesznek olyan szituációk, amikor egyszerűen emberek előtt leszel, és egy komplett idiótának fogsz tűnni, mert hibázol, mert nem úgy jön ki a lépés, és ez megint egy olyan dolog, hogy az ettől való félelem tartja vissza a legtöbb embert, hogy egyáltalán megpróbáljanak valamit. Aztán azt is említi a blogban, hogy vannak olyan emberek, akik erre direkt tréningezik magukat, tehát direkt olyan helyzeteket kreálnak az életükben, hogy hülyét csináljanak magukból, azért, mert igazából ez egy mentális tréning, hogy aztán, amikor tényleg arról szól a történet, hogy esetleg sok ember előtt vannak, vagy az, amit csinálnak, már nagyon sok emberhez elér, akkor higgadtak tudjanak maradni. Ez egyébként ez kéz a kézben jár ezzel a sztoikus gondolkodással, a sztoikus filozófiával, amelyet én még csak most olvasok, és nagyon-nagyon szimpatikus számomra. Igazából nagyon szorosan kapcsolódik ez, ahogy mondtam, tehát, hogy higgadtnak maradni minden helyzetben is, tréningezed magad arra, hogy egy ártatlan szituációban, hogyha hülyét csinálsz magadból, akkor megszokd ezt az érzést, és innentől kezdve higgadt tudsz maradni majd akkor is, amikor nagyon sok ember előtt kell csinálnod azt, amit szeretnél csinálni. De hogyha erre nem vagy felkészülve, hogyha egyszerűen rettegsz attól, hogy bolondot csinálsz magadból, akkor biztos, hogy nem fogsz elindulni azon az úton, amely egyébként segítene abban, hogy kilépj ebből a komfortzónából, jó? Tehát, hogy meg kell tanulnunk egy picit hülyét csinálni magunkból. Ennyi igazából ennek a pontnak a lényege. Az, hogy ez ki hogyan szeretné, az nekem teljesen mindegy, de szerintem hosszú távon enélkül nem megy. És akkor most térjünk át az igazi negatív kommentelőkre, az ilyen nagyon utálkozókra, amelyek lényegében ez a hater kategória. Ezt Tim Ferriss egy podcast epizódjában említette, tehát nem ebben a blogban van róla szó, és ő azt mondta, aztán utána én nagyon gyorsan ezt alkalmaztam, hogy ha őt egy nagyon mocskolódó negatív kritika éri, például egy YouTube videója alatt, vagy egy Instagram posztja alatt, szó nélkül törli, tiltja le az embert. És mindjárt mondom, hogy ez nálam hogy volt. Tehát én először, mikor jöttek az ilyen legelső, nagyon mocskolódó, nagyon negatív kommentek, rendesen így, hát érzelmeket váltott ki belőlem, én utána ezen rágódtam, hogy akkor most töröljem, vagy ne töröljem, és azután, hogy meghallgattam ezt a podcast epizódot, teljesen alkalmaztam a gyakorlatban azt, amelyet Tim Ferriss mond, ez pedig úgy szól, hogy ahogy mondtam, hogyha hozzá az ő tartalmához érkeznek ennyire negatív kommentek, szó nélkül törli, tiltja le az embert, és egy csepp bűntudata sincsen azért, mert ő azt mondta, ezzel a hasonlattal ért, hogyha valaki odajön az ő felületére, és egy ilyen véleményt hagy, az számára olyan, mintha valaki bejönne az ő házába, és sáros lábbal végig menne az egész nappalin, majd pedig leül mondjuk a konyhára, és konyha székre, és felteszi a sáros lábát az asztalra, és mondjuk oda köp egyet a földre. Tehát, hogy egy ilyen embert nem látsz vendégül a házadban, hanem azonnal rugdosod ki, és soha többet nem is fogod megtűrni, és ő ugyanezt mondja az ilyen negatív kommentelőkre, hogy ő nem is adja meg az esélyt arra, hogy elkezd gondolkodni, hogy lehet, hogy csak rossz napja volt, vagy tényleg nem olyan jó az, amit csináltam, vagy lehet, hogy csak semmi, nem vesztegeti erre az idejét és az energiáját, hanem azonnal törli, tiltja. Úgyhogy én azt tanácsolom neked, hogyha közösségi média felületén vagy, képviselsz valamilyen témában valamit, legyen az egy Facebook oldal, legyen az egy Instagram account, legyen az egy YouTube csatorna, legyen az egy blog, akármi, nem kell, hogy megtűrd az annyira sértő, mocskolódó negatív kommenteket, amelyeket a való életben sem tűrnél meg, tehát így azonnal elsétálnál. A másik pedig, hogy ne is vesztegesd arra az energiádat, hogy visszaválaszolj. Semmi, hanem csak töröld és tiltsd le. És ebből megyünk át a következő pontba, már ami ahhoz kapcsolódik, hogy
ne reagálj, vagy ne válaszolj vissza ezekre a negatív mocskolódó kommentekre, hogy a te legjobb bosszúd az az, hogy ugyanúgy folytatod tovább azt, amit eddig is csinálsz. Tehát ez úgy szólta a blogban, hogy living well is your best revenge. Tehát az ilyen emberek, akik ennyire negatív hangnemben kommenteket hagynak, a saját mocskolódás, tehát a saját szennyüket igazából rád zúdítják, és azt szeretnék elérni, hogy valamilyen érzelmet ez kiváltson benned, és esetleg még vissza is írjál, vagy hogy egy ilyen párbeszéd, vagy vita alakuljon ki, na ezt felejtsd el, azonnal töröld, és tiltsd le az illetőt, és a te bosszúd vele kapcsolatban csak annyi, hogy semmi. Nulla, te ugyanúgy éled tovább a magad kis életét, ugyanúgy folytatod azt, amit eddig is csinálsz, és csak arra koncentrálsz azokra az emberekre, akiknek tetszik, amit csinálsz. Ennyi, ilyen egyszerű. Végül a legutolsó pont ebben a blogban, ez pedig a híres szlogán, a keep calm and carry on. Tehát én ezt úgy értelmezem a saját példámra, hogy tényleg nem foglalkozok azokkal, akiknek nem tetszik az, amit csinálok, hanem igazából felteszem a kérdést, hogy miért is csinálom azt, amit csinálok, és hogy milyen eredményt érek el vele, tehát hogy milyen hatás, tehát hogy purpose, hogy mi a célja mindennek, az egésznek, amit én csinálok. Legyen az egy jogaóra, legyen az egy angolos videó, legyen az akármi. Mert nem, hogyha azon fent akadsz, hogy kik hogy fognak kritizálni, el fog veszni ez a belső purpose, ez a cél, ez a lényeg, ami téged oda vezérelt, mint mondjuk most engem ide erre a stégre, hogy leüljek és megcsináljam ezt a videót. Tehát keep calm and carry on. Tehát, hogyha ennél egy picit informálisabban szeretném kifejezni magam, akkor szard le azokat, akiknek nem tetszik, és te csak csináld tovább, és csak arra figyelj, akiknek tetszik. Szóval ennyi lett volna igazából ez a videó. Nem az én szavaim az elhangzottak, hanem csak igyekeztem lefordítani, átadni azokat az információkat, amelyeket olvastam, és hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot, ne felejts el feliratkozni, mert vannak más jellegű videók a csatornán, ezek az utazós vlogok, az angolos videók, azok alatt megtalálod a linket, illetve az e-mail címemet, ahol tudsz angol órákra jelentkezni, mert hogy angol órákat adok Skype-on, és remélem, hogy amit magaddal viszel ebből a videóból az, hogy nem fog visszatartani a kritikától való félelem, és kilépsz abból a bizonyos komfortzónából, és hogyha van valami, amit szeretnél megosztani a világgal, legyen az egy nagyon szép hobbi, egy tehetség, vagy a karrieredben valami, ami úgy érzed, hogy téged szolgálna valahogy, vagy előrébb vinne, akkor lépd meg, akkor ne foglalkozz azokkal, akik lehúznak, akiknek nem fog tetszeni, akik kritizálni fognak, mert mindig lesz ilyen, oké? Tehát csak azt nem éri kritika, aki nem csinál semmit, jó? Tehát a komfortzónában el lehet tengeni, lengeni, ott biztos, hogy nem fognak téged kritizálni, ott minden nagyon happy és chill, meg nyugis, de amint valamit szeretnél, amint lépést teszel azért, hogy egy picit más legyél, akkor már jönni fognak a kritikák, és remélem, hogy téged a kritikáktól való félelem nem tart vissza, hogy elkezd azt, amit szeretnél csinálni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál ebben a mai videóban. Remélem találkozunk legközelebb is. Vigyázz magadra! Szia!